Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy Magyarország ellen jogállamisági eljárást indítanak. Ennek az egyik következménye az, hogy hazánkba hónapokkal később érkezhetnek meg az Európai Uniós támogatások, ami több területen is problémát fog okozni. Kocsmár István, az Aliska Bau Zrt. Vezérigazgatója úgy fogalmazott, nem a legdicsőbb napjait éli az építőipar. Alapvetően ez a két dolog van, hogy egyrészt az emberek ugye félnek, nem tudjuk, hogy mi következik, teljesen joggal félnek, hogy lesz Covid, nem lesz Covid, lesz munkahely, nem lesz munkahely. A másik felén, ahogy mondtam, a kamatok az égben vannak, arról nem is beszélve, hogy a bankok most már azért a hitelezési politikáikat is megszüntették. Hát nekünk, meg akik a közösségi építkezésből jönnek, nekünk nagyon nagy érvágás az, hogy nem indult meg az uniós pénzeknek az áramlása. És a hiperinflációnak köszönhetően az anyagárak is szinte követhetetlenek, tette hozzá a vezérigazgató. A mostani helyzet azonban nem csak a közösségi beruházásoknak jelent problémát, a lakossági építkezések, felújítások is megtorpantak. Amellett, hogy tényleg elszálltak az építőanyagárak, tehát brutálisan, a legkevesebb áremelés is 20-30% volt, de van olyan anyagfőcsoport, ahol 400%. Ez az egyik probléma, a másik pedig, amit mondtam, nincs szakember. Tehát egy házépítéshez kőművest, ácsot, asztalos szerezni szinte lehetetlenség. A szakértők szerint az alapanyagárak tovább emelkedhetnek addig, amíg az infláció ilyen magas. Az előrejelzések szerint idén meghaladhatja a 9%-ot a pénzromlása.